Mai ebédünk az egy jó képi töltött káposzta, a kuktába főztem. És másodiknak pedig... A töltött káposzta után a második pedig a palacsinta. Szójatejből volt, azt hiszem. Vagy mandula, vagy szójatej. Szójatejből. A hamis nutellával, a tusztablettával és banánnal. Próbáljátok ki, ha hajon dolgoztam annó, akkor ott itt csinálták a palacsintát. És nagyon-nagyon finom. Ez rettenetesen finom így. Úgy. És akkor jó étvágyat kívánok. A fatálosból rendeltünk innen Győrből. 3890 forint volt egy adag. Sült krumpli, rizs, csirke, rántott hús, minden is. A másik is egy óriás adag, két szelet hús, de ugye két felé van vágva. Ez füstölt, sajtos, füstölt tarjás töltelékkel van, és petrezselymes burgonyával. Húha, ez jó lesz. Szóval ma ez az ebéd. Tárkonyos csirkeragú leves. Nem csirkeemellből szoktam készíteni, nagyon sokan abból is készítik, abból is biztos nagyon finom. Én csirke szánnyal készítem. Jó sok tárkonnyal, répával. Ez ma a leveskénk. A második pedig a raguleves után macaroni, durumtésztából, növényi sajta. Tepsiben sült csirke, csirkemell kockák. Ennek ilyen kínai, koreai jellegű ízesítése van. A 427. részben, azt hiszem annak a közepe tájéken van részletesen, hogy milyen fűszereket tettem bele, és hogy készítettem. Egy a lényeg, ez csak egyszerűen mindent be a sütőbe, és kész is. És rizsre van tálalva. Jó étvágyat! A mai ebéd az kis füstölt húsos lencseleves. Most nem ragúnak készítette be, tehát nem raktam bele répát, hanem ilyen tejszínesen, füstölt hússal. Hagyma, babérlevél, stb. Stb. És a másodiknak pedig almás üdít készítettem, amit alig tudtam kiszedni, mert még langyos. De finom. A mai ebéd az húsi leves kukoricatésztával, nekem tészta nélkül, nekem kb. Olyan, mintha répa leves lenne, nem baj. Cordon bleu, édes burgonya, blue, mindegy, szóval töltött hús. Ez karaj, békön van benne, sonka, sajt, csak legközelebb végnyabbra kell kaffolni, mert így egy kicsit vastagak lettek. Nekem édes burgonyával, ott a Lénának pedig sült krumplival. Neki még most fogom megmelegíteni, mert ez már tegnap készült, ma kivégezzük. Csemegó borka van hozzá, és kovászos uborka. A mai ebédünk az bulgur, zöld babbal és csirke mellel. Ezt megfőztem simán fűszeres vízben, és jó étvágyat! Ez egy jó képű nukedli, tönkölyi búzából készítettem, csirke paprikással és kovászos uborkával. Mai ebédünk az bableves füstölt hússal. Én tejfölre leszem, ragnál simán, savanyú káposztával szoktuk, de most ezt elfelejtettünk venni. Illetve a második palacsinta, gluténmentes lisztből, illetve laktózmentes túró mazsolával, egy kis vaníliacukorra, pici citrommal, és a bableveshez eszük az általam sütött köves kenyeret. Mai ebéd, az még tegnapról maradt rakott kell káposzta. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem csak másnap sikerül kockákat vagy téglalapokat vágni belőle, aztán csak ilyen nagyon nehezen tudom kiszedni című előadás van, de viszont finom. Ilyes leves és durumtészta. Én tejföllel, laktózmentes tejföllel és sajta leszem. Az uram meg úgy látom, hogy hóval és mákkal elég lesz rá, porcuki? Elég lesz. Na, ő pedig mákos tésztát eszik hóval, porcukorral. Paradicsomos káposzta. Hát én már olyan régóta vágytam rá, hú, nagyon. Fasírtam. Másfél kiló hússal csináltam fasírtot, hát igen, összeesett, többnek tűnt, még nem sütöttem ki. Na mindegy, a paradicsomos káposztát most nem... A kuktába főztem, hanem így fazékba, mert nem fér bele. Ja, úgyhogy ez lesz a mai ebéd.
Ma egy egyszerű ebéd van, édesburgonyás, hagymás édesburgonyás salátát csináltam, ilyen majonézes tartárszerű mántással, lila és vörös hagymával, illetve rántott sajt van hozzá. Hello, hello, hello! Mai ebédünk a kuktába főtt jó kis húsi leves. Én tészta nélkül eszem, a leányom és a férjem kukoricatésztával fogja enni. Második nap, a leányzótnak mit eszel? Megmondod? Igen, eszek sült krumplit, ilyen brassóit, hozzá salátát és ketchupot. Jó van, ez az airfryerbe sült krumpli. Ja. Én pedig Gergő az evett rizst, ilyen grillezett csirke mellett, cukkinit, és mindjárt mutatom, hogy én mit fogok enni. Na szóval szedtem az uramnak is leveskét, neki kukoricatészta van benne, husi, karalábé, répa, az enyémben egy kis hús van benne, karalábé és répa. Csak annyi a különbség, hogy tiszta nincs benne. Férjem uram ebédje, airfryerbe olaj nélkül sült sült krumpli, grillezett cukkini és a teljesen olaj nélkül készült brassói. Ez mennyi? Mit mondtál? Hány kalória? 650 kalória, csak hogy így valakit, hogyha esetleg érdekel, illetve salátát fog még mellé enni. Én meg addig számolgattam a táblázatban, beírkáltam, hogy már az uram jól is lakott az ebédjével. És 50 g csirke mellett eszek, a grillezett cukkinivel, és a szívsaláta, kis paradicsom, uborka. Úgyhogy ez egy 200, mit mondtam, hány kalória? Kilokalódia? 230. 230, valahogy így van. Úgyhogy jó étvágyat nekünk! Masni tészta terszínes gombával. Hát ilyen gombapaprikást készítettem, most annyi, hogy húst kihagytam belőle, ugyanúgy készült, mint a egy pörkölt, csak gombával. Meg gyorsabban kész lett. Szereted? Nagyon. Hiányzott. Hiányzott, jó. Mai ebéd a sztárkörös sírkeragú leves, nagyon finom, tegnap már a húst kiettük belőle, még egy kis csont van. Szóval sztárkörös sírkeragú leves, sült kolbásszal, ebben rengeteg a kalória, de ja, ez az enyém, ugye a kis tű? Nem, az a legjobb. Ez? Az a tiéd. A legnagyobb meg a tiéd. Így van. Aztán Gergőnek ilyen natúrhús, ő azt kért, és a desszert pedig almás süti. Úgyhogy ma úgy kell beosztanom a kalóriákat, hogy mindenből férjen bele egy kicsi. Úgyhogy jó étvágyat nektek! Jó étvágyat! Jó étvágyat! Nos, ma finom borsólevest főztem, vagy nevezzük zöldséglevesnek. Borsó van benne, répa, petrezselyem, és egy kis nokedlit is raktam bele. Hát próbáltam Leilának úgy szedni, hogy ne legyen benne nokedli, de hát ennyit tudtam tenni, majd meghagyja, mert ő nem szereti, mi viszont mind szeretjük. Egyszer így főzöm, egyszer úgy, most a nokedlis változat van. Illetve a második pedig egy jó nagy tepsi rakott krumpli. Az egyik részén a rendes főtt tojással, tehát a fehérje is benne van, a többi részén pedig csak sárgája van. Persze a fehérjét azt oda dobáltam az uram részére. Úgyhogy ez ma menü. Kovászos uborkával, céklával, ki mivel eszi. Menü, az krumpli főzelék, hát jó besűrűsödött már. Illetve ilyen, hát ez ilyen igazából fagyasztott fasírt, rendes hentestől való kolbász volt tegnap hozzá, pár karikát én is ettem belőle bőven. Azt mondja, kolbász volt hozzá sütve, amit a hentestől hoztunk, de ez elfogyott, és így végszükségbe gyors fasírt, ami nem túl jó, de hát ez van. Szóval én ilyen jó majoránásan szoktam készíteni a krumpli főszeléket. Egy kicsit már besűrűsödött, hát nem baj, tegnap még nem volt ennyire sűrű, és maradt még egy darab leszpéskó tetekercs, úgyhogy azt fogom leküldeni utána, de ez még nem biztos, azért kisebb bontottam, tehát nem eszem meg, akkor majd reggelre megeszi reggelire, vagy nem tudom, valaki. Úgyhogy most ez az ebéd, amit igazából mondom, most a vacsorára eszek. Mi ez? Tarkonyás hús. Gyümölcsleves volt, de azt betoltuk, azt már nem látod. Kovászos uborkával, céklával, vagy van még csemegó uborka, ki mivel szeretné enni, azzal fogja. Elkészültem! Kész a lángos. Kész, vannak a lángosok. Egy, kettő, sok. Sütöttem egy kiló lisztről, mert jó pár darab, úgyhogy jó étvágyat nekünk.